Tavasszal 20 öreg fát kellett kivágni a nyíregyházi Blaha Lujza sétányról, mert előre haladott korhadást és odvasodást mutattak a műszerrel végzett mérések. A jegenye nyárfák balesetveszélyt jelentettek mind a gyalogos, mind a gépjármű forgalomra. Pótlásuk a polgármesteri fásítási program része lett. 2018-ban, amikor elhatároztuk, hogy ilyen sokkal drágább, tehát ezek ilyen 40-50 ezer forinttól indulnak ezek a fák, előnevelt fákat ültetünk, mert ezek sokkal tartósabban megmaradnak, és sokkal hamarabb elérjük azt a célt, amit szeretnénk, hogy Nyíregyháza zöldebb, egészségesebb, tisztább legyen. Ez Sóstó gyógyfürdőn kiemelten fontos, nem csak az itt élők, de a turisták miatt is. Ez Nyíregyháza tüdeje, és azért akár tél van, akár nyár, Sóstó gyógyfürdőn sétálnak, kilátogatnak a legtöbben, és nagyon fontos ezért az a zöldesítési program, ami már évek óta zajlik a városban. 2013 óta több mint 3800 fát ültettek el a városban, mindig olyat, ami épp az adott környezetbe a leginkább illik. Például itt is a Blaha sétányon ez a jegenye nyárfa, ez egy gyorsan növekvő, nem olyan kemény törzsű, és így hamarabb korhadó, odvasodó fa típus, és hát ugye ebben a keskeny zöld sávban, ami itt van, ezért ki kellett vágni 20 fát még tavasszal, de most ezt pótoltuk, mert most 37 fát ültettünk. A program folyamatosan szélesedik, hiszen egyre több cég is ajánl fel fákat, amelyeket aztán például óvodák udvarára ültetnek, de a Sóstói Múzeum faluba is jutott már ezekből. A polgármesteri fásítás tavasszal folytatódik Nyíregyházán.